Mindegy hónap a jó. Ki az? Virági? Aha. Na ki az? Raki az étteremből. Szia, holnap szabadságon vagyok, van kedved talizni? Itt vagytok nincs, még holnap? Nincs, nem vagyunk, megyünk. Én nem leszek vele. Na, de majd engem is belemarkozom. A Rakli Rámírt, az Isten! Ez nagyon jó érzés volt, hogy a Rakli Rámírt. Nem én kezdeményeztem ezt a kapcsolatot, hanem ő írt rám. És ez egy fantasztikus érzés, hogy újra tínédzser boy lehetek, tínédzser lamúr, igazi tínédzser lamúr vagyok, és én lehet, hogy a héten mennősülök. Na, mert tudjuk ma, mi van. Mi van? Mit tudunk ma? Amit kitalálsz, abból nekem mindig baj van. Mi baj van? Eddig nem is volt még így. Szia! Mit írják neki? Szia! Igen, itt maradunk, írjam neki. Szia! Így... Menj arra a mikrofonra. Viszlát! Mit írj? Felkiáltóját. Várjam. Hozom a fürdőruhalmat is. Mi megyek ki? Hát nem abban a vízben fog fürdeni, Morelle. Hozom a fürdőruhalmat is. Visszaírok neki, hogy nincs barátnő. Minek? Most ez kell jelzni, a feleséged meg otthon van. Nekem a lányod a barátnő. Most nőt hívsz nekem? Dehogy neked? De akkor... Hát... Kettő? Hát dehogy neked, More. Fúj, megyek haza. Mivel még haza? Vonatban? Álljon már meg tényleg a menet, hát a lányának a barátja vagyok, ne itt mellettem csinálja már ezeket a privát dolgokat, szóval mondja, hogy a lány jön velünk hajózni. Hát én mondom, fiús nap lesz neki, a fiús nap ez kajak arról szól, hogy engem meg magát elviszi nőzni. Ő engem behúzott megint a csőbe, ebből megint egy nagy háború lesz, rosszul fog elsülni az egész, én nem akarok csajozni. Nem tudom, a bácsi mi ilyen amúgy. Visszaírom neki. Marad, diktálok. Szia, köszönöm, hogy rám írtál, nagyon jól esett. Nagyon tetszett, hogy mosolyogtál rám. Akkor mi? Holnap, Tali. Légy szíves, küldd barát a mobil számodat. Csók győzi. Ne küldd el! És elküld. Jó. Na most jó van, ma nézel, More! Kap, kérdezzi, na! Tudod, milyen nagy dolog, hogy pénz nélkül ragadnak rá? Tudod, milyen nagy dolog, hogy pénz nélkül? Na majd azzal megitathatod a narancslevedet. Én biztos, hogy nem iszom meg.